being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here. Seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years. But you still. Hölgyeim és uraim, kedves barátaink! Az Égkatonái Hagyományőrző Egyesület, a Jetfly és a házigazda Pintérművek nevében köszöntök mindenkit. Nemzeti himnuszunk következik. Az Egyesület és a Pintér család kapcsolata évekre visszatekintő. Ezért ajánlottuk fel Józsi bácsinak tavaly tavasszal, hogy mi is segítünk neki, hogy ne egy oldalú legyen ez a kapcsolat.
Elvállaltuk, hogy az itt látható repülőgépeket kezelésbe vesszük. Ekkor csatlakozott a munkánkhoz Koncsik István és a Jetfly. Meghirdettük a Jetclear Day-t. Közel 100 repülés szerető ember találkozott tavaly októberben, és elkezdődött a munka. Megújult a Mi-1-es, Mi-2-es helikopter, Mi-15-ös, Mi-23-as és a J-35 Draken vadászgép. Elkezdtük a munkát az AN-24-esen is. Következő feladat lesz befejezni az Ancsát, valamint a Mi-8-as helikoptert. A Mi-23-as retteget Iván is átfestésre kerül, várhatóan jövő júniusban. A tőlem jobbra található L-29-et Komocsi Zoltán és kis csapata, a tőlem balra álló Zlin-43-as pedig Nádas Tamás és barátai takarították meg. De mivel a két repülőgépre ráfért egy festést, így az adakozók segítségének köszönhetően megújulhatott mind a két repülőgép. Józsi bácsival megbeszéltük, hogy az adott technikát takarító csapat örökbe fogadja a gépeket. Amikor elhatároztuk az örökbefogadást, több emberrel számoltunk, de sajnos hárman már nem tudnak velünk lenni. Március 7-én a névnapján elment Nádas Tomi, húsvétkor Pintér Józsi bácsi, május végén Komocsi Zoli. Biztos vagyok benne, hogy ők hárman fentről most kíváncsi szemekkel tekintenek ránk. Felkérem Pintér Csaba helyettesét, Tóth László urat, a Keceli Pintérművek nevében mondja el gondolatait. Tisztelt családtagok, az Égkatonái Hagyományozó Egyesület tagjai, barátok, ismerősök, tisztelt egyegyültek. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Pintér Csaba úr nevében, itt Kecelen, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Pintérművek Haditechnikai Parkban. Számukra a legfontosabb az, hogy azt a haditechnikát, amelyet itt látunk a parkban, a lehető legszélesebb körben meg tudjuk mutatni. Ennek egyik része az a rengeteg repülőeszköz, amelyről az előbb már hallottunk. Ezek a gépek szó szerint a tisztaságukat annak a hagyományőrző egyesületnek köszönhetik, akik most itt megjelentek. Nem is lehet méltóbb ezeknek a gépeknek ez a névadó napja, amikor olyan emberekről nevezzük el a gépeinket, akik tettek értük, és akik szeretik a repülést, akik szeretik a repülőtechnikát. Úgy gondolom, hogy ez a park hatalmas anyagi értéket képvisel, de ez mellett inkább azt a szellemi értéket emeli ez a nap, ezzel a névadással, amelyet ez a két ember jelent számunkra. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen Lacinak. Felkérem Mesterházi Sándor urat, emlékezzen Nádas Tamásra. Kedves barátaim, hölgyeim és uraim, kedves egybegyűltek, kedves családtagok, fennkölt ez a mai nap, gyönyörű. Egy csodálatos helyen vagyunk, ahol megemlékezni jöttünk össze, és méltó nap lesz ez a megemlékezésre. Ezeket a repülőket valamikor nem ilyen alkalomra szántuk, de az élet útelágozásai ilyen alkalmakat teremtettek számunkra, és az itt maradóknak egy óriási nagy kötelessége és egy nagyon szép feladata az, hogy megemlékezzünk két kiváló emberről. Kiváló emberről, csodálatos emberről, Nádas Tamásról emlékezünk, aki érett férfi korában kezdett el egy olyan pályát, ahol a világnak minden egyes repülőfokozatát, amit ebben a műrepülésben el lehetett érni, elért, és méltón képviselte a barátait, az aviátorokat, a repülőtársadalmat és a hazáját. Büszkén viselte a magyar címert, és nagyon büszkék vagyunk rá. Engedjék meg, hogy egy pár gondolatban beszéljek Tamásról. Nádas Tamás 1969. márciusában született, és 1988-ban 29 évesen egy sétárepülés alkalmával ismerkedett meg a repüléssel. Annyira megfogta ez az élmény, hogy még azon a napon megkezdte a kiképzését. Az egyik vele készített interjúban Tamás így fogalmazott. A pilóta 50 méteren kezemben nyomta a botkormányt, hogy na, akkor csináld. Hát azóta is a kezemben maradt. Néhány hónap után Tamás meg is szerzi a szakszolgálati engedélyét.
mindezzel nem elégszik meg, azonnal átül egy Zim 142-es típusú repülőgépbe, egy olyanba, amit most elnevezünk róla. És a műrepülés elsajátításával folytatja a repülés pályafutását. Később már JAK 18-es, illetve JAK 52-es repülőkön műrepül, és számos hazai rendezvényen örvendezteti meg a nagy közönséget. Bemutatói nem egyszerűen repül, hanem zsenya speakerével showt csinálnak közönségnek, melyek után gyakran leszáll és élvezi a közönség szeretetét. Repülős pályafutásának nagy mérföldköve 2007-es év, ekkor érkezik meg a tökéletes műrepülésre kifejlesztett extra 300 LP típusú repülőgépe. Ezzel a géppel már méltó ellenfélként vehet részt különböző versenyeken, sok-sok év gyakorlás után tanulás 2009-es esztendőben hozza meg a gyümölcsét. Ez év májusában Csehországban megrendezett Karlovy Varyban a CAAP-on összesítésben ezüstérmet szerez, júliusban magyar műrepülő bajnokság abszolút győztese lett, szintén ebben az évben a Lengyelországban rendezett 6. FAI Advanced műrepülő Európa bajnokságon a Q programban aranyérmet szerez, majd a következő évben megrendezett világbajnokságon az ott induló 92 versenyzőből bejutott a top 10-be. 2011-ben harmadszorra is megnyeri a magyar bajnokságot, illetve a Dél-Afrikai Köztársaság idényító kvalifikációs versenyén is aranyérmet szerez. Ugyanebben az évben az év műrepülő pilótájával választják. 2012-ben immár a négyszeres magyar bajnokként indul Nyíregyházán megrendezett 10. Advanced műrepülő világbajnokságon, ahol a free, azaz szabad program kategóriájában az első helyet szerzi meg, és ezzel világbajnok lesz. Nádas Tamás kalocsai mintás overallban áll fel a dobogó legfelső fokára, ahol Katona Sándor akasztja az érmet a nyakába. Katona Sándor, aki pont akkor 50 éve, hogy ugyanebben a számban műrepülő világbajnok lett. 2013-ban szintén az év műrepülő pilótája, majd részt vesz kecskeméti repülőnapon is, ahol hatalmas szeretettel és lelkesedéssel fogadja a közönség. Tamás sikerei rengeteg gyakorlás és tapasztalat eredménye, hiszen ahogy Zsenya fogalmazott, csak enni, inni és diakat átvenni szállt le. A kvatari halálos balesete után hősként emlegetik az alapújságok, majd posztumus díjat is kap Katarból. 2014. szeptemberében Ócsa városa díszpolgárával választja, és most, hölgyeim, uraim, egy olyan típusú repülőgép kapja meg Nádas Tamás nevét, amit egykor ő is repült, amin egykor bontogatni kezdte szárnyait. Felkérem Nagy Jenő urat, Tamás földi speakerét, mondja el gondolatait. Előre féltem ettől, mert én ilyen sírós vagyok sajnos, de kötelező nekem azt hiszem megszólalnom, mert a pördülő faroktekerő, az ég Fred Astaire nincs többé. Na most én nekem hiányzik. Tehát egy olyan srácról beszélünk, hogy én nem beszélnek ilyen negédesen, meg ilyen szép szavakkal, mint az urak, ők lényegesen jobban, én egy picit így még mindig én ezt átélem. Tehát olyan srácról beszélünk, úgy tessetek elképzelni ezeket az eredményeket. Én nem régóta egy 34 éve repülök, tehát nagyjából sejtem azt, hogy mekkora küzdelmeket kell vívni embereknek, akik kihívásokkal küzdködnek. Susnyás uram, ne haragudj, de elárullak. Nové Zámkiból jövünk le, leadtuk a reptervet haza, ott is csináltunk egy légisót, és azt mondja, egy ilyen szűk lépcső volt. Azt mondja, egy lépéssel előttem, gyere. Hát mondom, mert azt mondja, gyere egy lépéssel előttem. Tériszonyos volt, tegyen meg a drága szívét. Elmentünk évad nyitóra, akkor a Komolcsi Zolikával meg a Zsuzsival ott találkozunk egy szál fürdő gatyába, a rádióval a kezembe, mint az ellenfelei, vagy ellenzői, vagy versenytársai, vagy nem tudom, én megneveztek engem ilyen-olyan fórumokon a fizetett ordibátor. Egyébként nem fizetett, mert nem erről szólt a dolog.
végigmondtam rádióval a show-nak a szövegét, és azt mondja, hogy te három van, vagy négy orsóval jobban csináltam, úgy fölajzott a dolog, annyira jó esett ez az egész, ezt csináljuk, ezt nyomjuk és toljuk. Tehát ezért csináltuk, hogy mindenki egy picit érthesse, ne csak lássa, hanem érthesse is, hogy mi történik. Akkor, amikor elkezdtük ezt, én kis repülőmben mentünk át Kiskulacházára, és ott valamit, én tekerektem, néztünk ott valami, vagy valami, nem tudom, valamit néztünk, és mondja, hogy add ide, akkor én volányolok, mert megmozdult a gyomra. Még nem indult a szezon, még nem rendesen állt rá a szervezete. Tehát ezek is ő volt. Az én ismeretségemvel az úgy kezdődött, hogy egy rendezvényemre otthagyta a nyaralását, odajött, lenyomta, és azt mondja, hogy hát akkor mennyivel tartozom, semmivel. Hozzátartozik, nagyon-nagyon sokan nem tudják, hogy ezeknek a légisóknak szerintem biztos, hogy több mint a fele egyébként nem fizetett volt. Tehát a Tominak ezért nem adtak egy vasat sem, még a üzemanyagot sem alkalomattán. Az is őre jellemző, és ez is ő, hogy mondtam, Tomika, ferde figurákat, mert a függőlegesben nagy a túlterhelés, ferde figurákat csinálja meg a szíve, szépen látványos és kész, nem kell széttépni magad. Ő neki a függőleges az mindig függőleges volt, a 10G az mindig 10G volt, teljesen mindegy, hogy egy 1300 fős falu napon, vagy a kecskeméti repülőnapon csinálta a bemutatót. Nem volt az, hogy már pedig az ne pont ott lett volna, ne az lett volna. Ezeket a versenyeket, amit itt felsoroltak, mindegyikre én kísértem el. Együtt repültünk ki, együtt repültük be a boxot, hogy a tájékozódást belője magának a környező dolgokat. Sokat voltunk együtt, és nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, mert az újkori műrepülésben nem nagyon van hasonló figura sem, mint ő, aki kitalálta egy utasrepülésből, hogy ő már pedig műrepülő bajnok lett, saját finanszírozással, idejét, energiáját, és mindig ez eszekedve ez volt. Teljesen mindegy, bocsánat a hölgyektől, teljesen mindegy, hogy milyen jó csaj volt mellette. Ha a repülésről elkezdtünk beszélgetni, eltörpült a szépsége. Hát én csak így keresetlenül ennyit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen Jenőnek a kedves szavakat. Az LIN-43-as gép névadó ceremóniája következik. Az avató ceremónia alatt Nádas Tamás lánya Barbara és barátai éneklik Piramistól a Száj fel magasra című dalt. Felkérem Tamás édesanyját, valamint Tumi két barátját, Juris Norbit és Nagy Jenő zsenyát, leplezzék le a repülőgép mellett előtt található emléktáblát, majd avassák fel a H-Atom Nádas Tamás ZLIN-43-as repülőgépet. Magasra dalom, hódítsd meg most.
ne menj el, gyere, hallgass csak az éneket. Kérlek, higgy, hogy neked higgyek. Kérlek, bízz, hogy bízassak én. Kérlek, szólj, hogy hozzád szóljak. Kérlek, én, hogy élessek. Szakács Gábor urat, Komó delfinjének pilótáját, emlékezzünk közösen Komóról. Tisztelt megjelentek! Akik itt vagyunk, minnyáján tudjuk, hogy miért gyűltünk itt ma össze. Az idei tavasszal kapcsolatban sokunknak nem a természet virágba borulása jut majd eszébe. Virágokat ugyan mi is szedtünk, de ezek a virágok nem asztalok díszei lettek, hanem sírantokra kellett őket tenni. Köztünk járt a halál, és sajnos több olyan kalász is éretlenül levágott, amelyek előtt még ott lett volna egy szép nyár és egy ősz, de a sors nem hagyta beérni őket. Elvesztettük Nádas Tamás műrepülő világbajnokot és Komócsi Zoltánt, a magyar repülés egyik legnagyobb mecénását. A két pilóta a saját maga módján vitte a magyar repülés hírét a világban. Vagy mindent megtett a szempontjából, a magyar repülés szempontjából jelentős repülőeszközök megmentéséért. Igen, nagy űr keletkezett utánuk, de ne szomorkodjunk sokáig, hiszen mindkét embert ismerve kijelentetem, hogy egyiken sem örülnének neki, ha sokat síratnánk őket. Erősnek kell lenni, tovább lépni, de soha nem felejteni a két repülős társunkat. Komó családja és barátai összefogtak, hogy az eddig sikeresen összegyűjtött légijárművek minél előbb a nyilvánosság számára is megtekinthetőek legyenek. Igyekszünk az elvarratlan repülőszálakat felgöngyölíteni, legjobb tudásunk szerint továbbvinni mindent, amit Komó elkezdett. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem tudunk azóta eredményeket felmutatni, de amit Komó sajnálatos balesete óta erős összefogással, csapatmunkával elértünk, legyünk őszinték, azt Komó is minden intézte volna, jóval kevesebb idő alatt, egyedül is. Mi, akik próbáljuk a sors által ránk maradt feladatokat legjobb tudásunk szerint végezni, rá kell jönnünk, hogy micsoda különleges ember lehetett az, aki céget vezetett, édesapa volt, repült, gyűjtötte a repülőeszközöket, alakította a múzeumot, és mindezek mellett, ha csak alkalmanként is, de némi szabadideje is maradt. Mi, akik itt maradtunk, barátok, a család, repülős megszállottak, azt tűztük ki célul, hogy amit eddig Komó összegyűjtött, azt megőrizzük. Az általa kitaposott utat nekünk kell majd bejárni. De legyünk őszinték, ha már így alakult, még a keserű lélekkel is, de szívesen tesszük. Egyrészt azért, mert ezzel emléket állítunk Komócsi Zoltánnak, másrészt azért, mert nem szabad hagyni, hogy az évek munkája alatt összegyűjtött eszközök az enyészeté legyenek. A szakmának ezek felbecsülhetetlen eszmei értékkel bíró tárgyak. Az egyszeri kívülállóknak csupán némi érdekesség, a közömbösöknek pedig csak értéktelen ócskaság. Tennünk kell azért, hogy minél kevesebb közömbös ember legyen. Tennünk kell azért, hogy minél többen megismerjék a repülés szépségét, hogy minél több embert érdekeljenek ezek a dolgok. Ez talán úgy kezdődik, hogy egy óvodást a szülei elvisznek egy repülőmúzeumba, vagy egy repülőnapra, és már ott nagyon fiatalon megfogalmazódhat az ember palántában, hogy pilóta leszek, repülős.
aki szorgalmas és kitartó, némi szerencsével az álmát valóra tudja váltani. Ha 100 olyan gyerekből, akik megnézik majd Komó gyűjteményét, vagy itt Kecelen a haditechnikai parkot, a látvány csak 10-nek a gondolatait indítja meg, és a felnőttként csak egy is erre a pályára lép, akkor már megérte. Akkor már volt értelme csinálni. Akkor már kézzel fogható alternatívát tudtunk nyújtani. Akkor már kevésbé lesz érdekes, és elnézést kérek, ezzel bárkit megsértek, a vasúti kocsik, kerítések, felüljárók, egyesek által művészetnek nevezett összefestékezése, vagy kevésbé lesz érdekes a fiatalok számára a füves cigaretta. Miért gondolom ezt? Attól az angol pilótától tudom, aki a Delfin kiképzésemet csinálta, hogy az angol légierő fiataloknak tart ingyenes vitorlázó repülőtáborokat. Egy olyan országban, ahol szinte már a levegő sincs ingyen, miért csinálják ezt? Azt mondta, hogy kimutathatóan sokkal nagyobb anyagi haszna van az ilyen programoknak, mint a program bekerülési költsége. A résztvevő fiatalok egy része a légierőnél helyezkedik el, de aki nem, az is megbecsült tagja lesz a társadalomnak. Mit tanul a repülésben? Fegyelmet, összpontosítást, koncentrációt, rendet, mások tiszteletét, megbecsülést, csapatmunkát. Ezek olyan tulajdonságok, amik aztán a mindennapi életben is hasznosíthatóak. Ha valami rossz történt velem eddig az életben, annak mindig megvolt az oka. Ahogy idősödöm, egyre inkább ez a meggyőződésem. Kell, hogy legyen valami abban a szörnyű balesetben, amikor egy ember elveszti legjobb, szinte testvérként szeretett barátját, amikor egy család elveszíti az édesapát, édesanyja a fiút. A sors tudja, hogy miért alakította így. Mi még nem látjuk tisztán, hogy ennek miért kellett így lennie. Az idő múlásával, ha megpróbálunk igen optimistán gondolkozni, egyszer majd csak megtudjuk, hogy mi az az új, aminek keletkezéséért valakinek ilyen szörnyű árat kellett fizetnie. Még nem volt olyan régen a tragédia, még elképzelhetetlen, hogy legyen bármi olyan, ami felér egy ember élet elvesztésével, de a mondásnak igaznak kell lennie, hogy minden vég egyben valaminek a kezdete is. Komó gyerekkorától rajongott a repülésért. Nem olyan régen tudtam meg az édesanyjától, hogy amikor gyerekkorában azt mondták neki, hogy nem mindenkiből lehet pilóta, aki gyermekként azt szerette lenni, akkor azt felelte, hogy ő akkor is a repülőtéren fog dolgozni, a pályatakarító autót fogja vezetni. A repülés szeretete megmaradt. Rendszeresen beszökött az akkor még szovjet bázisként működő tököli repülőtérre, és mivel az ott szolgáló katonák lassan megismerték, megbízták kisebb kerítésen kívüli bevásárlásokkal, cserébe hagyták, hogy nézhesse a gépeket repülni. Később sorkatonaként a határőrségnél szolgált, majd a Magyar Honvédség polgári alkalmazottjaként a tököri repülőtéren fénytechnikai berendezéseket üzemeltette. Bár hivatásos pilóta nem lett, de mégis a reptéren dolgozhatott. Az igazi anyagi megbecsülést azonban egy teljesen más közlekedési ág, a buszos személyszállítás hozta meg neki. Most már bátran elmondhatom, hogy soha nem lettek a buszok a kedvencei. Csinálta, mert ebből tudta álmát, a repülést megvalósítani. De nem állt meg a pilóta képzésnél. Szenvedélyesen gyűjtötte haditechnikai eszközöket, repülőgépeket, helikoptereket, minden olyan dolgot, ami a magyar polgári vagy katonai repüléshez kötődött. Megálmodott egy múzeumot, de nem csak megálmodta, hanem el is kezdte a megvalósítást. Időt és anyagi javakat nem sajnált erre. Cége szinte minden nyereségét erre fordította. Maradandót szeretett volna alkotni, és sikerült is neki. Mert bár testben már nincs velünk, és még bőven van teendők a múzeum megnyitásáig, de a gépek megvannak, a Delfin repül, és lassan a közönség is élvezheti majd mindazt, amit sajnos Komó már nem élhetett meg. De az utat ő taposta ki, nekünk viszont végig kell menni rajta. És miközben megyünk ezen az úton, soha nem szabad elfelejtenünk az embert, aki ezt elindította. Az emlékezésnek egyik nagyon jó példája lesz itt a Keceli Haditechnikai Parkban kiállított L-29-es repülőgép. A Honvédelmi Minisztérium engedélyével, a park fenntartójának hozzájárulásával, az Égkatonái Hagyományőrző Egyesület tagjainak lelkes felújító munkája után ez a repülőgép mától Komócsi Zoltán nevét viseli.
Nagyon szépen köszönöm az égkatonáinak a munkát, amivel Komóhoz méltó állapotba szinte újjávarázsolták a repülőt. Komó gyűjteményének egyik legértékesebb darabja pontosan egy ilyen delfin repülőgép. Üzemképes, és reméljük még nagyon sokáig az is marad majd, hogy minél többen és minél tovább láthassák az égen az egykori Magyar Honvédség első sugárhajtású kiképző vadászrepülőgép típusát. Ha valaki ellátogat ide és meglátja ezt a gépet, akkor meg fogja kérdezni, hogy ki volt Komócsi Zoltán. Miért nevezték el róla ezt a repülőt? A repülés megszállottja volt. Olyan ember, aki szó szerint mindenét, még az életét is a repülésnek áldozta. Az eddigi magyar repülés egyik legnagyobb támogatója. Egy modernkori Széchenyi István. De szerénysége már azt sem engedte, hogy támogatónak, vagy akár csak szponzornak hívjuk az általa felkarolt és támogatott repülős projektek kapcsán. Kivételes, manapság igen ritka, kiváló embernek állít emléket ez a repülőgép. Avassuk hát fel és kereszteljük el. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen! Ahogy Szaki emlegette, következik az E-29-es repülőgépnek az avatása közben. Charlie-tól Nézz az ég felé című fog szólni. Felkérem Komó édesanyját és két gyermekét, leplezzék le a repülőgép előtt található emléktáblát, majd avassák fel a HA.com Komócsi Zoltán E-29-es repülőgépet. Nehéz, a szívemen is súly, szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szóba van kiadó, kifizettem a számlát. Többet adtam, mint ami jár, mert felhívni téged nem volt idő, csak üzenetet hagyni már. Nézd, nézd az ég felé, lehet, hogy meglátod éppen, ahogyan a gépem egy felhő száll. Nézd, nézd az ég felé, ott a helyem, ahol tépet már a szél, felnevelt az utca, s még volt a tél. Őriztek a falak, és hosszú volt a tél, a kerő napra vártam, éltem őszintén. Kifizettem a számlát, mindenkinek amennyi jár, még fordulhat úgy, hogy visszajövök érte, de nem akarok hazudni már. Nézd, nézd az én felé, lehet, hogy még látod éppen, ahogyan a gépe megy fel összán. Nézd, nézd az én felé, sosem voltam egyedül és sem, egy távoli vidéken várnak rám.
az érek ma éjszaka már. Kedves vendégeink! Egy perc néha főhajtással emlékezzünk Nádas Tamásra, Pintér Józsefre és Komócsi Zoltánra. Köszönjük szépen! Mindkét család nevében szeretném megköszönni önöknek, nektek, hogy eljöttetek, közösen emlékeztünk elhunyt barátainkra. Szeretném tolmácsolni a két család meghívását a bejárattól jobbra található múzeumi részben egy kis állófogadásra. Utána pedig mindenkinek kellemes utat, vigyázzatok magatokra. Viszontlátásra! Végezetül engedjétek meg, hogy ide színpad elé szólítsam Komó gyermekeit, Komócsi Klaudiát és Komócsi Zolit. És a két család nevében nagyon szépen szeretnénk megköszönni az Égkatonai Hagyományőrző Egyesületnek, hogy ezt kitalálták, és nem hogy csak kitalálták, de meg is valósították. Nagyon jó leső érzés, hogy emlékeznek a szeretteinkre. Úgyhogy engedjétek meg, hogy most előre szólítsam Simon Róbert urat is, akinek szeretnénk megköszönni az Égkatonai Hagyományőrző Egyesület elnökének, hogy mindezt létrehozta és megszervezte. Most hát nagyon sajnáljuk, hogy ebből az okból kell most itt lennünk. És jobban örülnénk, hogyha édesapánk is velünk lehetne, de sajnos ő már fentől néz minket. Reméljük, hogy ott jó neki. Itt lent nekünk nagyon nehéz. És nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki segített ebben a gép projektben, hogy az ő nevét viselhesse egy ilyen szép gép. Köszönjük szépen! Én is nagyon szépen köszönöm, Robi. Egy eredeti Nádas Tamás pálinkát kaptam. Köszönöm. Köszönöm szépen! Néhány szót ejtenék a támogatókról. Nagyon sok egyéni felajánlás érkezett mind a két repülőgépnek a rendelhozatalához. Többek között a Kanadában található NFTC vadászpilóta képzők is elég szép számú magyar forintot gyűjtöttek, hogy a két repülőgép megújulhasson. Mindenképpen ki kell emeljen Pak Józsefet és festő csapatát. Pápán ők csinálták 2011-ben a MiG-23-ast, 2012-ben a MiG-21-est, és ezt a két repülőgépet, valamint a mögöttem található MiG-23-ast is júniusban betervezték. Nagyon szépen köszönöm! Ooh.